fenntarthatóság jegyében egy mikrofonnal is beérem, nem szükséges kettő, és akkor a következő előadónkat, Kling Ferencet szeretném szólítani, akinek az előadása Közösségi kert, városi paradicsom címet viseli. Kling Ferenc együtt nőtt fel a hazai civil társadalommal, mindig is vonzotta a természet, ezért a katonasság helyett a polgári szolgálatot és a fővárosi állat és növénykertet választotta, ahol 1997 óta dolgozik. Életének fontos vezérlő elve az ahimsa, ezért is lett 15 éve vegetáriánus, és 2006 és 10 között a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán tanult Vaisnava teológiát. Munka mellett tevékenyen vesz részt a civil társadalmi életben. Szervezőként több civil projektnek volt a szervezője, és 2012 óta tagja, 2014 óta pedig koordinátora a Grundkert kezdeményezésnek. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a konferencián. Számomra nagyon nagy megtiszteltetés most itt állni. Nem csak amiatt, hogy pozitív példának találtak, hanem amiatt is, hogy most olyan valakik után állhatok itt, akik engem annak idején tanítottak a főiskolán. Ez nagyon nagy élmény számomra. Beszéljünk a Grundkertről egy kicsit. Délelőtt itt elhangzottak olyan dolgok, amikre kicsit szeretnék rákapcsolódni. Hetesi Zsolt volt az, aki például a közösséget így az utolsó fórum megszólalásában nagyon hiányolta mindenhonnan. A Grundkert egy közösség. Sivaram Maharaj mondta el, hogy ahhoz, hogy fenntarthatóvá tegyük az életmódunkat, nagyjából egy harmadról le kellene mondanunk. Mi ezt a Grundkertben úgy fogtuk meg, hogy általában az emberek nem szeretnek lemondani semmiről. Viszont ha azt kérdezzük, hogy figyelj, lemondanál-e akkor, ha kapsz érte cserébe valamit, az már egy sokkal könnyebb út. Mi egy közösséget kínálunk, illetve egy olyan városi életformát kínálunk, amiben sokkal közelebb tud kerülni mindenki a természethez. Radhanatha Prabhu említette, hogy nincsenek már ideológiák, és felsorolt jó néhány politikai ideológiát. Mi a Grundkertben a részvételi demokrácia elvei szerint próbálunk működni, tehát nálunk ez az ideológia is megvan. És akkor egy picit lépjünk is tovább. Tőlem azt kérték, hogy azért néhány szóban mondjam el, hogy hogyan jutottam én el a Grundkerthez. Csak egy önarckép, és ennek kapcsán elmondanám, hogy három nagyon meghatározó élmény volt 10 éves koromban, amikből a mai napig táplálkozom. Ebből kettő az két könyv, a harmadik egy beszélgetés. A könyvek azok Shanta Őza, Sziú Indián Sámán volt az egyik, amiből megtanultam minden élőlénytársunk tiszteletét. A másik könyve Születésen és halálon túl, amiből megtanultam azt, hogy ne azonosítsam magam azzal a testtel, amiben most éppen vagyok. A harmadik beszélgetés az pedig arról szólt, hogy az emberek többsége ott rontja el, hogy az iskolákból kikerülve elkezd valahol dolgozni, olyan helyen, amihez aztán nincs köze. Pénzt keresni megy oda, és gyakorlatilag napi 8-10 órában olyasmit csinál, amit nem szeret. Úgyhogy én akkor határoztam el, hogy én nem fogok így tenni. Így kerültem az állatkertbe is. Civil pályafutásomról mondanék néhány szót. Mint lázadó a protest mozgalmaktól indultam. Hát az első az egy személyes érintettség volt, a hadkötelezettség, amit nagyon-nagyon nem szerettem volna. Ezért első civil kapcsolódásom a hadkötelezettséget ellenzők ligájához volt. Nem is lettem ugye katona, hanem polgári szolgálatosként az állatkertbe kerültem, és nagyon sokáig, nagyon sok ilyen protest megmozduláson vettem részt, ezeknek egy mondjuk nagyon jól sikerült és kiemelkedő csúcsa volt az engő védelme, amiben tényleg 100%-osan tudtam részt venni, mert természetvédelem, a katonák akarták lerombolni, mi kell még, lelkesen mellé álltam, és itt még 2014-ben volt egy másik, a békejel az iraki háborúk elleni tiltakozásul, és ott volt egy picit váltás, amikor elkezdtem azzal barátkozni, hogy nem csak valami ellen kellene küzdeni, hanem valami ért. És a második békejelnek 2015-ben már egyik főszervezője voltam, és ott hangsúlyozottan kiemeltük, hogy ez nem az iraki háború ellen szól, hanem ez a békéért szól.
Tehát elkezdtem elköteleződni, és nem csak lázadozni. Így kerültem bele később a kislábnyom. Bocsánat, csak ismeretségi körben gyakran kislányomnak mondjuk. Ez egy háztartási energia zöldítő, illetve életmód zöldítő program volt családi körben, illetve ennek egy nagyobb kiterjesztett változata volt az energia közösségek, ahol ugyanezt csináltuk, csak már nem családban, hanem néhány család összefogva. És nem sokkal ezután, az energia közösségek után érkeztem el oda, hogy még nagyobb ismeretségi körben gondolkodva próbáljunk valamit létrehozni. Ez lett a Grundkert, aminek ugyan nem alapító tagja vagyok, de nem sokkal az alapítás után csatlakoztam. És volt egy ilyen nagyon jó beszélgetés annak idején a Müsziben, aminek Kert Teremtők címet viselte. És arra szeretnék kérni most itt a résztvevőket, hogy próbáljuk meg összeszedni ilyen bekiabálós alapon, teremtsünk egy kertet, mi kell egy közösségi kerthez? Hely, föld, kapaszerszámok, magok, szakértelem, erőfeszítés, kitartás, ez is igen. Egy még nem hangzott el, csak az idő miatt mondanám én akkor ki, víz. És így a nagyvárosban nem minden olyan könnyen adott, mint vidéken, úgyhogy nekünk bizony azért is meg kellett küzdeni, hogy miután meglett a helyünk, legyen földünk. Tehát a belvárosi talaj az többnyire nem egy olyan táptalaj, ami alkalmas a mezőgazdálkodásra, ezért először is földet kellett hozatnunk, azt meg kellett művelnünk. Víz sem olyan könnyedén jön, hogyha figyelembe vesszük azt a szempontot, hogy nem szeretnénk vezetékes vizet, ami átmegy a víztisztító és egyéb rendszereken, iszonyatos környezeti terheléssel. Ezért inkább furtkútból gondolkodtunk, Norton volt a barátunk, ami Norton kútfej. A következő lépcső, ami a föld és víz megléte után kellett, az a magok. Mi arra gondoltuk, hogy nem bemegyünk a vetőmagboltba, és megveszik a csávázott vetőmagot, ami ugye jó kis mérgezett vegyszeres kezelésen esett át. Mi megpróbáltunk olyan magokat szerezni, amik már valahol bizonyítottak. Nagy Székelyből, az Ökofaluból jutottunk magokhoz, Tápiószelei génbankból, illetve egy ismerős révén még Krisna völgyből is kerültek hozzánk magok. És adódik a kérdés, hogy milyen magok, vagy mi az, amit egy városban meg lehet termelni. Erre is hoztam néhány képet. Gyakorlatilag bármi. Jó, fákat nem ültettünk, mert a Grundkert az egy idéglenes képződmény a város közepén, a 8. kerületben. De azon kívül, ami lágyszárú, az nálunk is megtermelhető. És itt szoktam elmondani, hogy mivel mi a 8. kerületben vagyunk, nálunk nagyon fontos szempont volt az is, hogy a növényeken kívül mi az, amit még meg tud, mi az, ami a növényeken kívül megterem egy kertben. És volt egy Gregory Breton nevű chicagói színesbőrű mókus, aki rájött arra, hogy ezek a közösségi kertek, ezek nem csak arra jók, hogy zöldségeket termesszünk benne, ő tyúkokat is tartott, hanem ő 50 közösségi kertet hozott létre Chicagónak a legproblémásabb részein, ezeket gettókerteknek nevezte, mert a betört ablak elv, nem tudom, hogy ezt mennyire ismerik, arról szól, hogy ha valahol betörik egy ablak, és nem csináltatják meg nagyon gyorsan, akkor az emberek elkezdik azt látni, hogy ez egy olyan környék, ahol betört az ablak, pusztuló környezet, úgyhogy elkezdenek úgy bánni vele, eldobálják a csikkeket, összegrafitizik a falakat, és valóban egy lepusztuló környékké válik. Míg ennek az ellenkezőjét kísérletként megcsinálták a londoni metróban, egy állomást kitakarítottak, letisztították a graffitiktől, és azt vették észre, hogy az emberek foglalkoznak vele, és vigyáznak rá, mert hogy ez egy olyan környezet, ami épül. És erre találta ki ezt a jelmondatot, hogy ültess paradicsomot, és szüretelj kevesebb bűnözést. Ez így nálunk a 8. kerületben elég fontos. El tudom mondani azt, hogy az első időszakban hónapokig nem volt kerítése sem a kertünknek, és semmi nem tűnt el.
Kicsit visszatérve oda, hogy mi kell még egy közösségi kertbe, hát kellenek szabályok, ez teljesen egyértelmű. Mi azon igyekeztünk, hogy minél kevesebb szabályunk legyen. Tehát egy nagyon szabályozott városi környezetben az emberek nem szeretnek szabályok között létezni. Azt kimondtuk, hogy a közösségi kert az vegyszermentes, és ezen kívül nagyjából is szabályként határoztuk meg, hogy a békés egymás mellett élés elveit és a magántulajdont tiszteletben tartva fogunk egymás mellett gazdálkodni. És ha már mindez megvan, akkor kell egy csapat egy közösségi kerthez. Nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, mert az alapítók, ők legalábbis az egyikük Keszthelyi Zsuzsa, ő a védegyletnek volt munkatársa, és nagyon sok civil ismerőse volt. Én is úgy kerültem oda, hogy ismeretség révén, és a közösségi kert, a Grundkert indulásakor a tagságnak egy nagyon jelentős része már valamilyen civil szervezeti múlttal rendelkezett. Tehát elég jól együtt tudtunk működni, mindannyiunkban megvolt már az a gondolat, hogy valamiért tevékenyen dolgozunk, közösségben létezünk. De hát a kertben helyváltoztatások után is, majd erre még visszatérek, a tagság is erősen kicserélődött. Úgyhogy két év után az eredeti tagságból már nagyon kevesen voltunk, és szerencsére ekkor jött egy olyan program, amihez tudtunk csatlakozni, ez a kis közösségek átalakulásban. Itt is egy kicsit visszautalva, bár itt most nem nagyon, csak nagyjából 15 perccel, a gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Tehát a kisközösségek átalakulásban program arról szól, hogy helyi közösségi válaszokat találjunk a világban felmerülő problémákra. Nekünk abban nyújtott nagy segítséget, hogy én akkor lettem koordinátor a Grundkertben, soha még előtte nem csináltam olyat, hogy én embereket irányítsak. Gőzem nem volt róla, hogy hogy kell ezt csinálni. És ebben a programban nagyon sok tréningünk van, nagyon sok tapasztalatcserénk van. Itt 15, illetve 18 különböző hátterű kis közösség működik együtt. És megtanítjuk egymásnak, hogy mi az, ami nálunk bevált, mi az, ami nálunk működik. Ezek egyike a közösségi tervezés. Tehát most inkább azokról fogok mesélni majd, hogy mik azok a közösségi dolgok, amiket ennek a kis közösségek átalakulásban programnak köszönhetünk. Elkezdtünk úgy gondolkodni, hogy amit lehet, részvételi demokráciában közösségileg fogunk megvalósítani. Kezdve onnan, hogy amikor először költözött a Grundkert, ez ugyanis nem egy állandó képződmény, mi egy ingatlan hogy a ingatlan befektető alappal vagyunk kapcsolatban a Korvin-Szigony projekt területén, és amikor ők beépítenek egy területet, akkor elköltözünk, kapunk helyette egy másikat. Ez problémásan hangozhat, mert hogy nagyon nagy meló 2-3 évente elköltözni, viszont mi inkább a pozitív vonásait látjuk meg. Minden újrakezdés egy lehetőség arra, hogy jobban csináljuk, előről kezdjük, a jót tovább vigyük, de ami nem működött, azt máshogy csináljuk. És az első kertünkben nem volt közösségi tér. Voltak egymás melletti parcellák, amiken tudtunk kertészkedni, de nem volt olyan hely, ahol összejöveteleket tartsunk. És ez a közösségi tervezés során a második kertnél már alapvető szempont volt, és hatalmas nagy területet vettünk ki arra, hogy körbe tudjunk ülni, tüzet rakni, együtt enni, inni, vagy akár közösen dolgozni, közösen tanulni. Nagyon kevesen értettünk, én sem többek között a kertműveléshez, amikor a Grundkertbe mentünk. Néhányan igen, ők nagyon szívesen átadták a tapasztalatot ilyen kis tanulókörök alkalmával. A berendezéseinket mi magunknak készítettük el, és amit lehet, mint közösségformáló erő, azt figyeltük meg, hogy többnyire a közös munka működik, és a közös ünneplések. Ez fontos, hogy minden közösségnek a saját identitásához hozzátartozik, hogy legyenek saját eseményei. Mi az évindítót, azt mindig megünnepeljük. Eleinte csak egy közös főzéssel, összejövetellel, aztán most legutóbb már torta is volt. És ezeken nagyon hangsúlyos szempont, hogy mindig vegetáriánus ételt főzünk, hogy mindenki ugyanabból a bográcsból közösen tudjon falatozni, mert ez köt minket össze. És itt egy picit, amire már utaltam,
hogy költözőkert vagyunk. Azt vettük fel mottónknak, hogy semmi sem állandó, csak a változás örök, mert hogy nekünk folyamatosan megújulni kell, folyamatosan a következő kertre gondolni, és nem tudunk elkényelmesedni, ami egy nagyon nagy előny számunkra. Köszönöm, hogy meghallgattak, és én tovább is adom a szót akkor.